Ugye megjelent egy kormányrendelet a legutóbbi, ami a piacok működését is szabályozza. Ez azt jelenti, hogy ugye nem tudtuk, hogy mi lesz a piac sorsa, de a pénteki kormányrendeletben világosan leírták, hogy a piacok azok továbbra is működhetnek. Ezért mi se tervezünk semmilyen olyan egyéb korlátozó intézkedést, ami a piac működését ilyen szempontból befolyásolja. Természetesen ezek az egészségügyi intézkedések, amik egyébként az egész város területére, az egész ország területére vonatkoznak, tehát a maszkviselés feltétlenítés az természetesen itt is kötelezően elő kell, hogy írjuk mind a vásárlóknak, mind pedig a piacon áruló kereskedőknek is. Hát a piacnak meghatározott nyitvatartás ideje van. Ugye csütörtökön van nyitva a piac, szombaton van nyitva a piac, és vasárnap. És itt tulajdonképpen, amit korábban árultak, mindent árulhatnak most is az árusok. Igen, gondolkoztunk ezen is, ugyanis ugye a kormányrendelet szerint bizonyos üzleteknek be kell zárnia mind a városa, mind az országba. Gondolkodtunk korlátozásokról, de végül is abban maradtunk, hogy nem itt a piacon a termékek szempontjából semmiféle korlátozást egyelőre nem teszünk meg.